Gyuri, nem sikerült sajnos pontot szereznünk a Nyíregyháza otthonában. Te hogyan láttad ezt a mai délutánt? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy játékban megint nem voltunk elég erősek, tehát játékkal nem tudtunk a Nyíregyháza fölé nőni. Nyíregyháza se játszott jól, tehát ők megszervezték a védekezésüket, vagdosták előre a labdát, és ebből próbáltak érvényesülni. Sikerült is egyébként. Ehhez kellett azért a játékvezető nagy tévedés, hogy a szabályos gólunkat nem adta meg. Én azt gondolom, hogy ezen a meccsen sem érdemeltünk pontot, mert a játék minősége nem volt olyan, a technikai megoldások nem voltak olyanok, amivel több helyzetet ki tudtunk volna dolgozni, vagy hatékonyabbak lettünk volna a kapu előtt. Egy ilyen nagyon brusztolós, küzdelmes mérkőzésen, főleg ilyen talajon mennyire fontos az, hogy kiszerzi az első találatot, ami egyébként egy olyan időszakban jött, amikor inkább kezdtük átvenni mi az irányítást? Hát végig mi irányítottuk ezt a meccset. Az ellenfél térfelén játszottunk, gyakorlatilag az ellenfél csak kontrázni próbált, de még egyszer mondom, a játék minősége az nem volt olyan, hogy ez győzelemmel párosuljon. Hogy érzed, az elmúlt három találkozó alapján kell valamin változtatni, akár felkészülésekben, akár edzésben, akár a játékban, vagy nincs ok a pánikra? Pánikra nincs ok, magunkba kell nézni, magunkba kell keresni a hibát, az elképzeléseinket kell rendezni, kell a sorokat az öltözőben. Azt gondolom, hogy ezt többször hangoztattuk is már, hogy csak játékkal, attól, hogy jobb képességű, kreatívabb játékosaink vannak az átlagnál, ez még ebbe az osztályba kevés. Milyen reakciót vársz a Győr elleni mérkőzésre a srácoktól? Mindig ugyanazt várom. Jó játékot és győzelmet.